Szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket az Insect Breeding Hungary mai kis videójához. Nos, egy pár hónappal ezelőtt, illetve már több mint egy éve, vagy talán már kettő is, feltöltöttem erre a YouTube csatornára egy videót, amelyben lehetettem néhány ízelt lábú állatomat. Ez a videó borzasztó népszerűségnek örvend, nagyon sokan megtekintettétek, nagyon sokan lájkoltátok, nagyon sok pozitív kommentár is érkezett a videó alá. Úgyhogy gondoltam, hogy a mai szép napon folytatjuk ezt a dolgot, és csinálok ebből egy második részt. A mai videóban nem fogok olyan nagyon sok fajt megmutatni, összesen 4 faj lesz bemutatva, lesz benne egy rákfaj, egy pókfaj, egy tücsökfaj és egy csótányfaj, tehát nem lesz egy olyan nagyon átfogó fajmutogatás, viszont a fajokhoz egy kicsit többet fogok magyarázni, tehát elterjedés, tartásnak az alapvető dolgait elmondom. Nyilván azt nem túl részletesen, tehát azért, hogyha esetleg ezekből a fajokból valamelyik megtetszik nektek, akkor mindenképp olvassatok utána, mert azok az információk, amiket ebbe a videóba elmondok, azok nem lesznek elegek ahhoz, hogy normálisan tudjátok tartani, tenyészteni ezt a fajt. Hogyha a videóban bemutatott fajok közül az egyik nektek borzasztóan megtetszene és szeretnétek róla egy külön tartás videót, akkor írjátok be a komment szekcióba. És a legtöbb szavazatot kapó faj, arról lesz a következő videó, tehát a következő videót azt majd a napokban megcsinálom. Tehát, hogyha az ebben a videóban említett, illetve mutatott fajból az egyik nektek nagyon tetszik, akkor írjátok be a komment szekcióba, és akkor az a faj lesz a következő videónak a témája, tehát ott el fogom magyarázni részletesen a fajnak a tartását, tenyésztését, stb. Kérlek, hogy a madárpókot ne választjátok abból az egy szempontból, mert a madárpókokról fog jönni egy sorozat, amivel már belekezdtem, és az első rész az készülőben van, tehát egy madárpók tartás összefoglaló sorozatot fogok mindenképpen csinálni, ez főleg kezdőknek lesz jó. Több részes lesz a sorozat, lesz szó etetésről, tartásról, elhelyezésről, megfelelő fajok kiválasztásáról, ez főleg kezdőknek szól majd. Tehát madárpókot légy szíves, ne írjátok a kommentbe, viszont a többi 3 fajból, amelyik a legjobban tetszik, és amelyiket ti a legérdekesebbnek találjátok, azt mindenképpen írjátok be a kommentbe, és akkor a következő videó arról fog szólni. Nos, a videót velük szeretném kezdeni, méghozzá a kis amerikai pajzsos rák tenyészetemmel, a Triops longicaudatusokkal. Hát ott pont lent úszkál egy példány, egész jól látszik. Ők még növendékek, jóval nagyobbak lesznek majd, ők most kőkeményen 5 naposak, tehát még nagyon kis picikék. Mondjuk ahhoz képest, hogy mekkorán keltek ki, ahhoz képest már nagyon nagyok. Ők körülbelül egy 0,2 mm-esen kelnek ki a petéből, és ilyen 5 nap alatt elérik a majdnem 1 cm-es testhoz, tehát borzasztó gyorsan növekednek, ez azzal függ össze, hogy ők olyan élő helyeken élnek, ahol a víz csak nagyon átmenetileg van jelen, és mivel ők vízbe élő rákok, ezért nekik a fejlődésük nagyon gyors kell, hogy legyen. Tehát ezek az állatok egy és fél és 2 hét alatt elérik az ivarérettséget és elkezdenek petézni, az egész élettartamuk pedig 90 és 120 nap között van, tehát nagyon rövid életűek. Baromi érdekesek, mindenkinek ajánlani tudom, plusz egy nagyon érdekes sztori náluk, hogy bár nem ez a faj, ugye ez a Triops longicaudatus, viszont a genuszba, a Triops genuszba tartozik egy másik faj, a Triops cancriformis, ami amúgy Magyarországon vadon is előfordul, ő a nyári pajzsos rák, és igen, ez a faj a legidősebb ma is élő állatfaj ezen a földön, 220 millió éves, úgyhogy igen, tehát ahhoz képest, hogy 120 napig élnek, azért az egy egész kellemes teljesítmény egy fajtól. Na most, mivel a kis triopszaink ilyen borzasztóan gyors növekedésűek, ezért nagyon sok táplálékra van szükségük. Ők mindenevőek, tehát igazából mindenféle állati és növényi eredetű táplálékkal táplálkoznak. Lehet ez avar, ami benn van már a ketszóba, lehet ez például fokhagyma, ami itt látható, nagyon szeretik a fokhagymát, lehet ez különböző zöldségek, gyümölcsök. Amit még ilyen kiskorban kötelezőek vagyunk nekik adni, az algapor, spirulapor. Ilyen kiskorban még elég kicsik a szájszerveik, és ezért még rágni nem annyira nagyon tudnak, főleg ilyen puha cuccokat szeretnek rágcsálni, a fokhagyma például nagyon jól alkalmas neveléshez, hogyha már ilyen 3-4 naposak. Illetékes, amit még nagyon szeretnek, és már ilyen kiskorban is jól meg tudnak rágni, ez a főtrépa, főtédes burgonya. Az algapor az azért zseniális, mert lesüllyed a földre, és ott szépen össze tudják gyűjtögetni, és ezt nagyon szeretik. Algaport, hogyha egy szép algás akváriumban tartjuk őket, akkor nem szükséges, hogy etessünk, nálam sajnos nem algásodik túl jól a kecó. Igen, nemrég rendeztem be, illetékesen nem is túl jó itt a fényviszony az algák számára, ezért nekem ethetnem kell egy kis algaport hozzá. Maga az algapor az így néz ki, egy műanyag zacskó van benne, állatkereskedésekben lehet kapni általában, meg az interneten lehet rendelni, nem egy drága dolog, tehát egy ilyen kis tasak az mondjuk egy 300 forint, és ez bőven elég egy jó pár adag növendék felneveléséhez. Nos, egy kevés algapor beleteszünk a fecskendőbe,
Nem kell, hogy sok legyen tényleg, tehát nem kell túlzásba vinni. Azért nem így a vízbe rakjuk, mert így nem süllyed le. Látszik is, ott a felszínen maradt egy kevés, amit véletlenül kicsit mellé dobtam. Vissza is fogjuk szippantani, egy kis vizet szívunk a fecskendőbe. Ezt szépen összekeverjük, hogy ilyen szép zöldes legyen. És ezt foltokba becsöpögtetjük. Én általában kettő ilyen táplálkozási helyet szoktam csinálni, ahol szépen összegyűlik, nem kell nagyon szétszórni, és általában a kis triopszok már rögtön oda is úszkálnak, és elkezdik begyűjtögetni az aljzatról az alga szemcséket. Egyik kedvenc kajájuk, főleg ilyen kiskorban nagyon jó, mondjuk lassan már túl nagyok lesznek hozzá, úgyhogy ezt még valószínűleg holnap fogom adni nekik, és azután már kinövik ezt az algaporos dolgot. Ahogy az előbb említettem, borzasztó gyorsan növekednek, ők akár 3-4-szer vedlenek egy nap, tehát hogy borzasztó gyors, minden nap láthatóan nőnek, tehát minden reggel, amikor bejövök ide, akkor látom, hogy tényleg megint nőttek a kis tiopszok. Állati eredetű tápláléknak pedig egy csoki csótányt fogunk behelyezni. Most fontos, hogy ne vegyük púzásba az állati eredetű táplálékot ezeknél az állatoknál, mert előfordulhat, hogy vedlési hibákat kapnak, hogyha túl sok állati eredetű táplálékot kapnak, ezért ezt 2-3 naponta lehet adni nekik, de tényleg ne vegyük túlzásba. Nyilván az élőhelyen sem mindig találnak dögöt, tehát ők vadászni nem feltétlen vadásznak, bár például az adult egyedek akár földi gilisztákat és kisebb ízelt lábúakat, gerincteneket képesek elejteni, de általában ők az ilyen dögöket preferálják. Most amúgy itt tök jól látszik, hogy az egyik kis triopsz odament a kis alga mezőhöz, és ott szépen elkezd gyűjtögetni. Nos, itt most nagyon szépen lehet látni, hogy táplálkoznak, az egyik az épp az algát szedegeti, másik pedig a csótánynak men neki. Igen. Még egy pár információt szerettem volna adni a fajhoz. Tartásügyileg igazából egy nagyon egyszerű faj. Igazából egy dologra kell nagyon odafigyelni, egyrészt nyilván szükségünk van vízre, másrészt pedig nagyon szeretik a meleg vizeket, illetve csak meleg vízben nőnek és szaporodnak jól. A meleg víz az ebben az esetben ilyen 26 fokos vízhőmérsékletet jelent, amit ugye a háttérben látható akvárium melegítővel lehet nagyon jól elérni. Az állatkák a branchiopodákhoz tartoznak, tehát a lemezes lábúrákokhoz. Itt még annyira jól nem látszik, mert még elég kicsikék, de igazából a testfelépítésük már ugyanaz, mint egy adult egyednek, ugye látszik, hogy nagyon sok kicsi lábuk van. Ezek a lábak folyamatosan hullámoznak. Egyrészt az állatkák ezeknek a lábaknak segítségével úsznak, másrészt pedig a kopoltyúik ezeken a lábakon találhatóak. Illetve a lábaikat arra is használják, hogy ezzel szedegetik össze a talajról az apró szemcsés táplálékokat. Itt most pont az előtérben nagyon jól látszik, amit az üvegen ragadt példány, hogy eveznek a kis lábai. Nagyon sok lábbal rendelkeznek, ahogy az előbb említettem, kopoltyúk is vannak rajtuk, ugye? Innen is van az elnevezésük, tehát lemezes lábúrákok, illetve néhány ilyen kopoltyús lábúrákoknak is szokták őket emlegetni, latinul branchiopodák közé tartoznak. Nagyon régi rákcsoport, tehát ők, ahogy az előbb említettem, maga a Triops cancriformis faj, ami ugye ennek a fajnak egy rokona, az egy 220 millió éves faj, tehát rendszertanilag nagyon régiek, testfelépítésük nagyon ősi, tehát ezek igazi kis dinoszauruszok, sőt, igazából a cancriformis faj az idősebb, mint a legtöbb dinoszaurusz faj, úgyhogy nagyon érdekes kis állatkák. Ami még fontos náluk, hogy a táplálékot ne hagyjuk bent túl sokáig az akváriumba, mivel, hogyha elkezdenek lebomlani különböző növényi és állati anyagok a vízben, akkor méreganyagok keletkeznek. Hogyha vízük túl sok méreganyagokat tartalmaz, akkor az kártékony lehet a kis állatkáink számára, ezért a táplálékot mindig vegyük ki. Tehát én kb. Egy ilyen 3-4 órán keresztül bent hagyom a táplálékot, addig idejük van táplálkozni, aztán pedig kiveszem. Nyilván az algaport azt nem lehet kigyűjteni, ezért mindig óvatosan kell adagolni, hogy ne öntsünk bele 2 kilót a vízbe. Nos, miután ilyen szépen be tudtam mutatni nektek ezt a gyönyörű, szép és nagyon ősi fajt, lépjünk tovább egy csótányfajhoz. Nos, következőnek egy üres dobozt látunk tele talajjal. Ebben egy nagyon szép kistermetű csótányfajt tartok és tenyésztek. A Pycnoscelus surinamensisről lenne szó. Ez a faj eredetileg Ázsiában honos, viszont az ember által szét lett hurcolva mindenhol, és a legtöbb trópusi, szubtrópusi övekben megtalálható. Kicsit turkálnom kell a földbe, mert ez egy talajlakó csótányfaj. Mutatni fogok nektek egy adult egyedet, illetve egy pár növendéket, hogyha találunk egyáltalán, mert ők nagyon jól el tudják ásni magukat. Ez a kolónia még nem túl régi, és itt már látok is egy picike növendéket. Ezek már saját szaporulatok, amelyek nagyon örülök. Hát így néz ki egy picike. Ugye egy földben élő csótányhoz tipikus, lapított, illetve ilyen félgömbölyű teste van.
és nagyon simák. Most ezt ne rendszertanilag értsétek, hanem nagyon sok csótányfaj van, amelynek vagy a nimfái, vagy a nimfái és az adult egyedek is a földben, illetve a föld alatt élnek, és legtöbb ilyen fajnak a nimfái nagyon hasonló kinézetűek, például a Pycnoscephalus genus fajai, az Euglaberus genus fajai, a Panclora genus fajai, tehát nagyon sok genus van, amelynek a nimfái hasonlóak, ugye a hasonló életkörülményekhez, tehát a földben való élethez vannak alkalmazkodva. Igen, nimfát láttunk már, ezek már saját szapulatok, nagyon örülök nekik, tehát tényleg nagyon kis szépek. És még próbálok nektek előkeríteni egy-kettő adult egyedet. Tudom, hogy van benne adult, úgyhogy kicsit áskálódunk. Nos, találtam is egy adult egyedet, ő itt egy adult nőstém. Ennél a fajnál az ivar meghatározás nem annyira egyszerű, mint sok más csótánynál, mindkettő ivarnak az adult egyedei szárnyasak, és mindkettő ivar hasonló méretű, igazából a hasi oldalon lehet meghatározni a nemüket. Nagyon sok, szinte a legtöbb csótánynál meg lehet határozni, a nőstének látszik, hogy az utolsó szelvénye az egy nagy összefüggő szelvény, ez itt nagyon jól látszik, a hímeknek kettő kisebb szelvényre van osztva. Ez azért fontos, hogy párzáskorra a hímeknek a potroh végük mozgékonyabb legyen. Na most, hogyha azért fogom úgy az átkát, mert hogyha elengedem, akkor elrohan és visszafut a földbe, viszont most mindjárt el fogom engedni, hogy lehessen teljes szépségébe látni. Ez egy nagyon gyakran tartott faj, tartani, tenyészteni borzasztóan egyszerű, tehát ahogy elterjedése is mutatja, minden trópusi, szubtrópusi övbe szinte el van terjedve, az azt jelenti, hogy nagyon alkalmazkodó képes. Viszont szerintem egy nagyon szép kis faj, kezdőknek tökéletes. Egy hátránya van a fajnak, ugye talajban él, tehát az adult egyedek is a talajban vannak, úgyhogy igazából éjszaka lehet őket időnként megfigyelni, főleg akkor, hogyha kijönnek táplálkozni. Viszont szerintem egy borzasztóan szép kis termetű csótányfaj, tehát helyigénye se túl nagy. Majd jövőben mindenképp szeretnék róluk egy külön videót csinálni, mert szerintem egy borzasztó érdekes kis termetű, könnyen tartott tenyészhető faj, úgyhogy kezdőknek tökéletes. Nos, nem is kínozzuk tovább a csajszit, mehet vissza a helyére. Igen, látszik a dobozban, hogy mondjuk itt vannak ugróvillások is, meg pár trópusi fehér ászka is van a dobozban, hogy ők azért szeretik a korhatfát, illetve az avart, úgyhogy ebből sose legyen hiány. Most már egy kicsit kevés avar van benne, viszont mivel pillanatnyilag nincs avarom, ezért most nem tudok nekik többet adni, majd holnap elmegyek az erdőbe és gyűjtök egy kis avart. Hát igen, tartásügyileg mondom, borzasztó egyszerű. Igazából az a nagyon fontos, hogy legyen egy körülbelül 5-10 cm vastag talajréteg, ami nálam kókuszrostból és erdőtalajból áll, egy ilyen nagyon szép kis talajkeverék, és most például tök jól látszik, hogy beássák magukat, tehát nagyon ügyesen ásnak, és már mindjárt el is tűnt az állatkánk. Úgyhogy fontos a talaj, mert ők tényleg talajban élnek. Nos, főleg táplálkozni jönnek ki amúgy, a nimfák azok általában alulról táplálkoznak, nagyon érdekes megfigyelni, hogy ők ki se jönnek rendesen a talajból, hanem általában, hogyha répet vagy bármi zöldség, gyümölcsöt, illetve bármilyen táplálékforrást ráteszünk a talaj felszínére, akkor ők általában alulról rágcsálják meg. Az adult egyedek már egy kicsit bátrabbak, ők általában kimerészkednek a felszínre táplálkozni. Mint a legtöbb csótány, ők is mindenevőek, tehát főleg növényi táplálékot, kisebb mennyiségben állati eredetű táplálékot fogyasztanak, ahogy az előbb említettem, a korhatfát megrágcsálják és az avart is fogyasztják, úgyhogy ez fontos. Mivel ez a tenyészcsoport még nem olyan borzasztóan nagy, ezért nagyon sok kaját nem teszek be nekik, mert csak berohad. Úgyhogy rakunk nekik kettő szelet répát. Még egy dolog, ami ugye nagyon fontos, ez a fehérjepótlás nálam az ilyen úgymond mindenevő állatkák, tehát a nem aktív ragadozók, azok hetente egyszer kapnak fehérjepótlást. Ez nyilván azért attól függ, hogy milyen fajról beszélünk, mert vannak fajok, amelyek több állati fehérjét igényelnek, mint más fajok. Ennél a fajnál kisebb mennyiséget tesz ki az állati eleség, mint a növényi, úgyhogy hetente egyszer bőven elég, hogyha adok nekik. Ezt a szállított halat szoktam nekik adni, ez igazából egy nagyon jó kaja. Lehet nekik adni kutyatápot, macskatápot, esetleg haltápot. Én mondjuk a szállított halat nagyon szeretem etetni, és ami még jó, amit én szívesen adok nekik időnként, az fagyasztott hal, tehát fagyasztott, aztán olvasztott hal darab, mert az friss. Ugye a szállítás közben sok fontos tápanyag oda veszik. Na most azért egy egész hal nem kell ebbe a tenyészetbe, mondom, még nincsenek túl sokan. Ez a fajom ugye egész gyorsan szaporodik, viszont még egészen újnál. Nálam, úgyhogy én általában egy ilyen kisebb darabot szoktam berakni. Ez a kés már nem a legjobb, de ki kéne kicsit élezni. Na most egy ekkora darab az bőven elég. Van a dobozban ászkarák, illetve ugróvillásból is egy szép mennyiség, úgyhogy esetleg valami megmarad, akkor ők azt szépen majd megeszik. Nos, egy kicsit még párásítok, mert ők szeretik, hogyha nedves a talaj. És akkor kész is lennénk ezzel a fajjal, mehetünk tovább a következőhöz.
Nos, a következő fajból szintén csak egy üres doboz látszódik. Ez azért van, mert ez egy nagyon rejtőzködő életmódú faj, viszont hogyha nagyon odafigyeltek, akkor látjátok, hogy ott a kéreg darabból szépen kikukucskálnak a csápok. A kezemére úgy elnézést kérek, nem vagdosom magamat, hanem vannak bizonyos állataim, amik szeretnek kormorászni. Ez a Falophylacris bredoides című faj, amelyet magyarul talán kelet-afrikai barlangitücsöknek lehetne elnevezni. Igen, angolul meg németül így hívják, úgyhogy szerintem ez a legtalálóbb, és igazából ez a név ez tényleg találó a fajra. Maga a faj a Zambiából, a Chingobwe barlangból származik, nem tudom, hogy jól mondom ki a barlangnak a nevét. Egy barlangba fordul elő a faj, tehát ők tényleg barlanglakók, iszonyat érdekes testfelépítéssel rendelkeznek, tartásügyileg nem egy nagy ördöngösség, úgyhogy ez szintén egy olyan faj, amit kezdőknek szívesen ajánlok. Hát óvatosan felemeljük ezt a kérget, az a nagy helyzet, hogy nagyon jól tudnak ugrani, úgyhogy ezt tényleg óvatosan kell, hogy csináljam, viszont meg szeretném mutatni nektek az állatokat. Tehát egy gyönyörű, szép mintázatú fajról van szó, ők tücskök, ezt mondjuk az előbb már mondtam, de mindegy, és látszik egy ilyen nagyon speciális testfelépítés, egyrészt a csápok borzasztó hosszúak, tehát a magának az állatnak a testhosszánál ilyen 5-6-szor hosszabbak, nagyon szép mintázatuk van, illetve az ugrólábak is eléggé nagyok, ezek az ugrólábakkal simán ugranak egytől 1,5 métert, úgyhogy óvatosan kell velük foglalkozni, mert ha kiugranak a dobozba, az életben nem lehet őket megtalálni. A kérgen lévő egyed az mondjuk most egy ilyen, hát talán szubadult hím, ami épp elugrált, ez egy szubadult nőstény volt. Tényleg egy gyönyörű szép fajról van szó. Ők bár igazából mindenevőnek vannak leírva, illetve hát tartásügyileg mindenki azt mondja, hogy mindenevő, én mégis azt tapasztaltam, hogy az állati eredetű táplálékot sokkal inkább szeretik és sokkal jobban nőnek, hogyha nagyon magasabb mennyiségben adunk nekik állati eredetű táplálékot. Ez azért valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy egy barlangban élnek. Nyilván egy barlangban nem nő túl sok növény, sőt igazából semmi növény nem nő ott, mivel fény az nem nagyon jut oda le. Úgyhogy ők elvileg, én nem nagyon sokat találtam róluk, hogy az élőhelyen mivel táplálkoznak, amit találtam, az annyit írt le, hogy főleg denevér ürülékkel, illetékesen elhalt állati eredetű táplálékkal, tehát döggel, úgymond. Nyilván a denevér ürülék az denevér fajtól függően tartalmazhat esetleg növény eredetű dolgokat, de most nyilván a denevér szar az nem mindenkinél van otthon, úgyhogy ezzel nehézkes őket etetni. Nagyon jó hír, hogy ők nagyon szépen eszik a gyümölcsöket, zöldségeket, viszont az állati eredetű táplálékok a nagy favoritok, és abból tényleg sokat esznek, és viszont sokkal szebben is nőnek. Ezt a nagy kérget, hogy megfordítom, mert ezen lesz a csapatnak egy jó része. Aha. Itt most nagyon szépen látszik a csapat. Kolóniában nagyon szépen tartatóak. Ahogy a videóban látszik, úgy kell őket körülbelül elhelyezni, tehát egy magas doboz, egy kevés nedves talaj. A magas páratartalomra igényük van, tehát szeretik, hogyha a páratartalom ilyen 70-80% körül mozog, és egy ilyen kellemes trópusi hőmérséklet, tehát egy 24-26 fok körül érzik nagyon jól magukat. Nálam 24-25 fokon vannak, nappal éjszaka lemegy a hőmérséklet ilyen 22-re. Évek óta tenyésztem a fajt, és tényleg nagyon szépen működnek ezen a hőmérsékleten. Ezek megint ilyen szubadult méretű egyedek. Ami még nagy előnye a fajnak, hogy nagyon sok tücsökfajjal ellentétben ők nem ciripelnek, tehát az adult hímek nem adnak ki hangot a nőstények csalogatásához. Ez sok embernek előnyt fog jelenteni, mert én nagyon sok embertől hallottam már, hogy azért nem tart tücsköt, mert zavarja az éjszakai alvás közben. Hát ők nem csinálnak semmit, tehát ők az igazi néma tücskök, úgymond. És tényleg egy gyönyörű, nagyon-nagyon érdekes faj, amely azért nem egy mindennapi dolog, hogy valakinek barlangi állatai vannak a szobájában. Nos, ők, ahogy az előbb említettem, egy kevés zöldséget kapnak, és sok proteint. Ebben a tenyészetben most kb. Egy ilyen 30 szubadult egyed van. Én ezt mindig úgy szoktam csinálni, hogy akkor adok el egyedeket, amikor már nagyobbak, tehát ilyen szubadult méretbe szoktam eladni. Múlt héten vittek el tőlem 40 darabot, és ez a 30 darab, ami megmaradt, ez pedig bőven elég lesz a továbbszaporításhoz, úgyhogy általában ennyit szoktam megtartani. Egy kis répát kapnak, megrágcsálják, illetékesen egy répát rakok a földre is, mert ebben viszont vannak trópusi fehér ászkák, amiket itt nagyon jól lehet látni, ők itt a takarító szolgálat, és ők nagyon szívesen fogyasztják a répát. Avar van a dobozban, ahogy látszik, viszont én nem figyeltem még meg, hogy ők megennék az avart, ez főleg az ászkák miatt van bent. Szerintem nem nagyon fogadják el az avart, legalábbis én sose láttam még, hogy mérvadóan táplálkoznának avarral, úgyhogy mondom, különböző zöldség, gyümölcsök, illetékesen nagy mennyiségben állati eredetű fehérje, hoppá, ez le is csúszott, mindegy, jó lesz ott a földön is, úgyhogy a halnak a másik felét ezt ide szépen beraktam. Náluk mindenképpen fontos, hogy időről időre párásítsunk, én hetente 3-4-szer szoktam őket párásítani.
És ahogy az előbb említettem, borzasztó nagyokat ugrálnak, úgyhogy ezért csuktam most vissza a doboznak a tetejét, és itt az oldalán fogok bepárásítani, mert hogyha bepárásítok, és nem csukom le a tetőt, akkor esélyes, hogy egy 5-6 darab kiugrik, és azokat viszont az életben nem fogom meg, úgyhogy ez így a legegyszerűbb megoldás. Ja. Szeretik a magas párát, úgyhogy nyugodtan lehetne így párásítani. Arra azért ügyeljünk, hogy a föld az ne ázzon. A talaj azért fontos, mert talajba rakják a petéket, ugyanúgy rendelkeznek tojócsővel, mint a legtöbb tücsökfaj. A tojócsővel a nőstény a talajba szúrja a petéket, és a peték körülbelül egy ilyen 3-4 hónap múlva kelnek ki nedves talajban. Ez nagyon fontos, úgyhogy egy ilyen 3-4-5 cm vastag nedves talajréteg az fontos számunkra. Nos, következőnek, hogy egy ragadozó állatról is legyen szó, egy madárpókot fogunk leetetni. Ebben a kis dobozban egy Caribena léta található, amely egy falakú madárpók faj Dél-Amerikából, illetékesen inkább Közép-Amerikából. Dobozban egy adult nőstény található, ez egy elég kis testű madárpók faj, tehát az adult nőstények testhossza az körülbelül egy ilyen 6 cm körül van. Ez a nőstény büszke anyukája, körülbelül egy ilyen 130 kicsinek. Idén hozta le a kokonját, gyönyörű szépen kikeltek. Most következik egy pár kép, ahol csak így be akartam volna mutatni nektek, hogy hogy néz ki egy madárpók kokon, illetve hogy néznek ki frissen kelt madárpókok, aki esetleg az ilyesmit nem ismeri. Nézzük, hogy éhes-e, viszont ő most az utóbbi időben mindig éhes volt. Nyilván most egy ideig nem evett, úgyhogy szüksége van a kajára. És lássuk meg, hogy a csoki csótány felkelti az érdeklődését. Azért fogom csipesztel amúgy, mert én általában beszórom az elsége állatokat, hogy nektek meg tudja mutatni az etetést. Nagyon szépen elkapta. Most már szépen kim van, úgyhogy megpróbáljuk még kicsit feljebb csalogatni, hogy tudjátok látni az állatot. Viszont az érdeklődés az úgy látom megvan, és itt már egész jól látszik a pókunk. Nagyon szuper, el is kapta. Természetes élőhelyen ez a faj amúgy faüregekbe él. Ezért az ilyen hengerformájú teráriumok, vagyis hát illetve műanyag dobozok zseniálisak szerintem, mert szépen körbeszövik, és tényleg úgy néz ki, mintha egy faüregbe lakna. Nos emberek, ez lenne ma az utolsó faj, amit megmutattam. Tudom, ma nem mutattam be olyan borzasztó sok fajt, viszont kicsit magyaráztam hozzájuk, és szerintem sikerült nagyon szép kis felvételeket teremteni a fajokról. Remélem tetszett nektek a videó, hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjatok valami szépet a kommentár szekcióba, aztán majd találkozunk a következő videóba. Szevasztok!